Szabolcs-Szentmebereg megyében a csütörtök reggeli adatok szerint 6406 fő az igazolt fertőzöttek száma, országosan pedig 94704 fő. Jelenleg 6426 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 486-an vannak lélegeztetőgépen. A járvány lassításának érdekében a kormány szigorú intézkedéseket vezetett be az elmúlt napokban. A kijárási tilalom és a maszkviselés mellett megtiltottak minden gyülekezést és a rendezvények megtartását. Ennek értelmében számos kulturális intézmény bezárt a kapuit a látogatók előtt, többek között a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár. A könyvtárhoz és a könyvtárbusz szolgáltatásunkat is szüneteltetjük. Kérjük a kedves olvasókat, látogatókat, hogy az online és telefonos szolgáltatásainkat vegyék igénybe. Munkatársaink hétköznapokon 9 és 18 óra között elérhetőek. Átmenetileg nem áll módunkban a visszahozott könyveket visszavenni, tehát a kölcsönzött dokumentumokat visszavenni, de a kölcsönzési időt automatikusan meghosszabbítottuk mindenkinek, így késedelmi díjat nem számolunk fel. Ugye rendezvényeket sem tarthatunk a szigorítások értelmében, így meghirdetett programjainkat YouTube csatornánkon tekinthetik meg a kedves érdeklődők. A kormány rendkívüli intézkedése szerint a Józsa András Múzeum előreláthatólag december 11-ig nem fogad látogatókat. Arra kérik azokat, akik november 11 és december 11-e közötti időpontban foglaltak a réprónai tárlatra, hogy a múzeum újranyitását követően regisztráljanak új időpontot. Közleményt adott ki a Móricz Zsigmond Színház is, amelyben köszönik a társulat felé nyújtott minden eddigi szellemi, lelki és anyagi támogatást. Azt írják, újabb feloldó intézkedésig valamennyi helyszínen minden előadás elmarad. Ezeket a későbbiekben a jogszabályoknak eleget téve pótolják, amelyekre a megváltott jegyek és bérletek természetesen érvényesek lesznek. A Nyíregyházi Állatpark közösségi oldalán jelentette be, hogy a szállodákkal együtt előre láthatólag 30 napig nem fogadnak vendégeket. Hogy a tavaszi akcióhoz hasonlóan most lesz-e lehetőség támogatói jegy vásárlására, arról még nem döntöttek. A Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza is csütörtökön jelentette be, hogy visszavonásig felfüggeszti a színházi előadások és minden egyéb rendezvény, program és foglalkozás megtartását. Ugyanígy nem fogad látogatókat a továbbiakban többek között a Kálósemjéni Kálai Kúria és az Újfehértói Zajti Ferenc Kulturális Intézmény, valamint a Máté Szalkai Kulturális Intézmények és a Városi Úszoda sem. Emellett Fehérgyarmaton a Művelődési Ház, a Városi Könyvtár és a Városi Galéria sem látogatható. Ezekben az intézményekben a továbbiakban a munkavégzés zárt ajtók mögött történik.